És kész. Jó, összetem ezt az egész fát. Na, szóval ez nem volt olyan hosszú valójában, 2 perc volt, csak azért valljuk be őszintén, hogy nagyon unalmas tud lenni, amikor az ember fát vág. Ja, igen, bekapcsoltam a magnet modot, főleg ameddig Dávid nincs itt, remélem ezt nem veszitek csalásnak, csak egyrészt a favágás nagyon egyszerű, mert nem kell majd lejöjjek és féljek attól, hogy diszponolódik. Jó, ez nem volt magyarul. Szóval nem kell féljek attól, hogy diszponol. Ja, szóval... Néhány dolog, amit elfelejtettem mondani, egy. Nagyon-nagyon rossz az élelemforrásunk, mert hogyha egy almát megeszünk, az felett visz föl. Szóval ez azt jelenti, hogy kb. 5 és fél ilyen cuccunk van. És a rossz dolog, hogyha elfogy az összes kajánk, akkor meghalunk azonnal. Automatikusan meghalunk. Szóval ez egy, hát őszintén ma szólva nem jó dolog számunkra, de sokat hozzáad a játékhoz. Tehát, hogy ad egy olyan érzetet, hogy olyan valódi a dolog. Mint láthatod, csináltunk a dörtöt. Ez nagyon értékes, és sok kell belőle. Úgyhogy ez nem is probléma, hogy van. Sőt, amit csinálni fogunk... Nehogyis. Hol van? Ez kell nekem... Fa. És ez. Szeretem lezárni ilyen éjszakára, de rájöttem valójában, hogy először akarok ültetni egy ilyet. Tök jó. Ezt tudom bombélezni? Ó, tudom, tök jó. Ja, akkor lesz egy kicsi kajánk egy kis időre. Nem tudom, hogy ez mennyit visz föl, de még mindig jön, mint a semmi. Felett. Nem baj. Finom. Az a lényeg, hogy finom. Jó, már csak meg kell várjuk, hogy reggel legyen. Addig is. Mondjuk a questunk volt, hogy mindent tudnak csinálni. Semmit. The Librarian. Egy bookbinder, ehhez kell string és paper. És azért tudom, mert mondom, a nagy részét ennek már megcsináltam, főleg itt az elején lévőket, és még a fejemben vannak valahogy. Mert mondom, egy kicsit gyakorolni kellett, mert nem igazán értek a modokhoz. Ezek a... Tehát a Learning the Skyblock-nak kb. Idáig, sőt, inkább ezt mondom, hogy idáig, úgy nagyjából minden megvan, de semmi más. Például ez a For the Hoarding, és nem tudom, hogy ez mi. Storage Wars. Better Barrel, Structural MK1 Oakwood Planks, és Storage Upgrade. Tehát, hogy ezekről nem tudom, hogy mi van. Go with the flow. És kell 3 típusú tank. Ezt sem tudom, hogy milyen. Na de hát, mit lehet tenni. És a többi az még... Ó, de! A Begging Rights. Nem. Mondom Begging Rights. Oh, ez minden lehet. Úristen. Jézus Istenem. Ez nagyon bonyolult megcsinálni. Ez mi egyszerű? Ez egyszerű, ez viszonylag egyszerű, nem nehéz. Nem nehéz, nem nehéz. Nem nehéz? Nem nehéz. Nem nehéz? Drága. Nem nehéz. Ezek drágák. Itt minden, ami itt van, ez drága. És ezek is. Szóval ez, hát igen. Applied Energy, Jézus Istenem. Atya Úristen. El is ezt fogom mondani. Ez nem tudom, hogy mennyire drága. Hogy mit? Na például erről beszéltem, amikor azt mondta, hogy óriás mennyiségben, tehát azért 100 000 forest drone-t nem lesz könnyű megcsinálni, és Blood Magic Altar. Jó, ezek után a nagy része után utána kell nézek. Mi? Na igen, szóval ez nagyon durva.
Várjunk. És a többivel is ilyen irdatlan mennyiségűt kell csinálni. Nem, ebből csak ennyit. Ezenből is. Ja, hát akkor nem olyan bonyolult mindegyik. De könnyű sem. Az biztos, hogy nem. Jó. Hol tart vajon az éjszaka? Ja. Gyerünk. Reggel van már. Na, mint láthatjátok, eléggé elfehéredett ez a fa. Így. Azt mondtam így. És ezt szétítjük. Akkor, mint láthatjátok, kapunk stringet. Persze ezért várni kell, mert nem mindegyik ilyen fehéres. Ez talán... Ez nehéz eldönteni különben, hogy melyik az, ami már készen van. Szerintem a nagy része, amit most szétütöttem, az nem volt. Mondjuk ez még nem az. Szerintem ennél lehet fehérebb. Nem tudom. Ez nagyon érdekes. Ez elején ez eléggé unalmas lehet, gondolom, hogy így edünk, és akkor kész van. Nincs kész. Kész van. Nincs kész. Kész van. Kész van. Nincs kész. Francba. Ez kész van. Igen, ez kész volt. Ez se volt kész. Ez se volt kész. Meg kéne tanulnom. Kicsit türelmesebbnek lenni. Jó, a stringet... Szóval mondom, hogy milyen sorrendben szeretném megcsinálni ezt. Ezt akarom először megcsinálni. Ez egy nagyon hasznos dolog. És eléggé hamar kell. Ezt viszont a Wooden Hammert meg tudom csinálni, szerintem. Igen. Sőt, ez nem is kell. Csak simán bejövök ide. Puk, 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 puk. Wooden Hammer! Mindjárt mondom, hogy ez mire jó. Wooden Hammerrel, hogyha szétütünk cobblestone-t, akkor kapunk gravelt. Ha gravelt szétütünk hammerrel, kapunk sandet. Ha sandet szétütünk, akkor kapunk dustot. És ezek mind nagyon hasznos források, és ezekből később tudunk csinálni mindenféle cukiságot. Például diamondot így fogunk szerezni, emeraldot így fogunk szerezni, az összes ércet így fogjuk szerezni, szóval nagyon sok dolgot így fogunk szerezni. Ezt nem tudom mi. Bocsánatok, kérem. Kicsit fáradtka vagyok. Ne. Gyerünk. Ups, ugrálni nem szabad. Ugrálni nem szabad. Sőt. Ja, tökéletes lesz. És ide egy, kettő, három. Na jó. Nem tudom, miből lehet megállapítani. Már, ez kész. Nincs kész. Ez csak nem dobott. Hú! Milyen megvan az összes string, ami kell nekünk. Mármint a... Csak egyetlen egy dologhoz. Úgy néz ki, valójában mindegyik dob csak. Gondolom nagyobb esélye dobnak a nagyon fehérek. Na most már mindegy. Ez Dáviddal nagyon nagy szerencsénk volt, mert pont fordítva jött nálunk, tehát a silkvörmöt, azt egy ilyen pici fából szereztük, és nagy fából, és nagy fa akkor jött, amikor pedig már volt silkvörm, beraktuk a nagy fába a silkvörmöt is. Az szép volt. Ó, milyen jó az időzítés! Már éppen erről beszélünk. Na. Tessék. És akkor... Ez pont tökéletes időzítés volt. Na jó, nézzük, megcsinálom gyorsan a szívet, meg miért is ne tulajdonképpen. Tuk, tuk, kell egy kis stick. Elmutattam a sorrendet, először kell ilyet csinálni. A silk match.
mesh, akarom mondani, nem csével, hanem messel. Így, és oxív, tökéletes. Ezt mondjuk tegyük... Kö. Köszönöm. Tegyük ebbe a sarokba. Tessék, tökéletes. Na és hogyha a szívbe... Ha a szívbe teszünk dörtöt, és sokáig jobb klikkerünk, akkor kapunk ilyen stone darabkákat, és hogyha ezt egy 4x4-esbe rakjuk, akkor azból cobblestone. Szerintem másra nem is jó ez. Ja, csak erre. És van egy cobblestone-unk. Amit most megmutatnám, hogy a hammerrel hogyan lehet csinálni, de erre a cobblestone-ra most per pillanat szükségünk van, úgyhogy inkább nem pazarlom el. Ja, szépen csináljuk a dolgát. A másik, amit kell csináljak, még mielőtt befejezem a részt, szerintem ennyi elég lesz, az... Berolok. Még mindig nem érik. Így. Szóval ebből még egyet teszünk ide, és a többit kirakjuk. Méghozzá azért, mert kell nekünk esővizet gyűjteni bele. Jó, ezt meg ide. Ja, igen, jó, ezt számoltam magam. Szóval az a lényeg, hogy esővizet kell gyűjtsünk bele, addig is Dragon Fruit-on fogok élni. Remélhetőleg Dávid addig nem jön föl, mert az élelemforrás az eléggé szűk. És hogyha az már meg lesz, akkor az élelem az menni fog ugyanis majd. Szerzünk majd könnyen. Szóval ez volt az Agrarian Skies első epizódja. Nem hinném, hogy túlságosan sok volt. Úgy mennyiségre. Tehát szerintem ez max. Két rész. Annyi se. Mindegy. Lényegtelen. Szóval köszönöm szépen a figyelmet. Peti voltam. Ez az Agrarian Skies volt. Kérlek szépen iratkozzatok fel, lájkoljatok és kommenteljetek. És találkozunk legközelebb. Sziasztok!